Üdvözlök mindenkit, Benyaboly vagyok, ez pedig nem más, mint az Omnibus. Ez egy új indie játéknak a demója, amit már nagyon-nagyon várok. Olyan szinten, hogy hát elő is rendeltem gyakorlatilag a Kickstarteren. Ez egy autós játék, de nem a hagyományos értelemben, hanem ez inkább egy logikai ügyességi játék, amiben amúgy buszokat kell vezetni, úgyhogy a közlekedés barátok biztos nagyon fogják élvezni. Kickstarteren 5 dollárba került a játék, de én mégis 10 dollárral támogattam a készítőket, mert ez annyira bejött nekem. Ilyen PlayStation 1-es grafikájú kis vicces kis aranyos kis játék, nagyon érdekes fizikával, és nagyon szórakoztató, és imádom, úgyhogy kezdjük is. Amúgy lehet billentyűzettel játszani. Két módot kapunk a demóban, a free play, az egyikét szabadon tudunk boklászni, illetve a story módot, ugyanis lesznek benne küldetések, sőt még multiplayer is lesz a készítők szerint. A demóban 5 darab pályát tudunk kipróbálni, úgyhogy ezekben rá is készültem valamennyire, bár nem egyszerű a játék, mint hogy azt mondtam korábban a fura fizikának köszönhetően, ami igazából a nehézségét is adja többek között a játéknak. És az Omnibusnak az az érdekessége, hogy egy olyan buszt vezetünk, ami nem tud megállni. Tehát folyamatosan megy és gyorsul, szépen lassan. Tehát az idő, ahogy telik, úgy szépen gyorsul a busz, és az irányítását csak abban tudjuk befolyásolni, hogy merre irányítjuk a buszt, tehát a sebességét nem. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon bonyolult a játék, viszont van egy olyan könnyítés, hogy egy-két tereptárgyon kívül mindent le tudunk róbolni. Házakat, fákat, mindennek neki tudunk menni, egyedül akkor halunk meg, hogyha felborulunk, illetve leesünk egy pályáról. Úgyhogy kezdjük is az első küldetést a Firework Tech-től. A Fire in the Sky, tehát gyakorlatilag itt bemutatja remekül a játék fizikát, és gyakorlatilag az egyik legnehezebb pálya is az öt közül, tehát ez elég kihívó. Szóval van egy nagy tűzjáték, és azt kell elszállítanunk a pálya részi másik felére. És itt látjuk, hogy már 52 mérfölddel megyünk, 53-50, és az idő, ahogy telik, úgy szépen lassan mi is gyorsulunk. Közben vannak ilyen gyorsítók is, gyorsító mezők, mint a Trackmania-ba, amúgy egy kicsit arra hajaz engem és nekem a játék, tehát kicsit ilyen Trackmania-s az egész. Úgyhogy szépen kilövünk az égbe, és ennyi. Hogyha neki megyünk valami nehéz szereptárgynak, USA, USA, köszönjük Omnibus, mindenki ki fogja nyalni a segünket. Tehát az Omnibus ebbe a világba ez egy ilyen olyan szuperhősnek számít, mint a Superman, vagy Batman, vagy Pokémon, nagyon érdekes. Most jön a Skydiving 2 minden idők egyik legkönnyebb küldetése. Egyetlen egy gombot kell lenyomni. Az a lényeg, most itt mutatja meg gyakorlatilag a játék a fizikát, hogy mind tudunk átmenni, tehát ezen az épületen kell átestünk, úgyhogy az összes emeletet leromboljuk, hogy gyakorlatilag le kell nyomjuk vagy a bal, vagy a jobb gombot, és úgy tartjuk. És akkor elkezdjük egy ilyen dugóhúzót, és szépen, mint egy meteorit, így belecsapódunk majd a házba, és remélhetőleg az összes emeletet így bam, 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 pontosan így szétvők és tessék, kész is. Mert ez a legjobb. Omnibus, you are the greatest hero that humanity could ever ask for. Szóval, de kicsit a ponyveregen jut ilyenkor eszembe, hogy azért ne kezdjük el egymás faszát szopni. Beeper Hater, ez már egy kicsivel kihívóbb küldetés. A lényeg, hogy itt van ez az amerikai foci edző, és a... hát valamiért ide irányították ide a háztetőjén lévő amerikai focipályára a forgalmat, és hát valamiért most túl kell élnünk egy percig, úgyhogy nem karambolozunk, ez azt jelenti, hogy neki mehetünk mindennek, csak ne boruljunk fel, vagy ne essünk le a pályáról. De a csuklós busz az egyik kedvencem, és ennek van egy olyan fura tulajdonsága, hogyha oldalára borul, akkor még vissza tud állni, tehát így vissza tudja lökni magát. Hoppá, bocsánat. Vannak ezek a bukkanók, ezek és ilyen bumperek, nem is tudom, hogy hívják igazából magyarul. Ezek pont olyan úgy működnek, mint a flipperben. Tehát így neki megyünk, és utána lepattanunk róluk. Ők valamennyire le tudják csökkenteni a sebességünket, de csak ideiglenesen. Tehát mondom azt, hogy például most megyek 67 mérföld per órával, ugye ez folyamatosan növekszik. És mondjuk neki megyünk egy bukkanónak, lecsökkenünk 20-ra, és mit tudom, úgy maradunk pár másodpercig. Na, ezt el is szúrtam és leestem. Kezdjük újra. Elég gyorsan újra lehet kezdeni, szintén mint a Trackmania-ban, hála Istennek. Szóval lecsökkenünk olyan 20-30 mérföld per órára, de utána már nem 67-ről fogjuk kezdeni, hanem azt az időt, amit a lassításba
lassítással töltöttünk, azt is hozzá fogja adni a játék, és akkor 70 mérföld/órával fog menni. És hát gyakorlatilag a végtelenségig tudunk gyorsulni, de nekem a rekord az ilyen 240-250 mérföld/óra körül volt, és akkor már nagyon irányíthatatlan a busz és nagyon gyors a játék. De pont ez adja benne a kihívást, szóval tényleg egy ilyen ügyességi, logikai, stratégiai játék gyakorlatilag csak buszokkal. Tehát így szerintem rendkívül egyéni a játék, és nem csak a grafika miatt, amit egyértelműen a PS1 inspirált. Kicsit meghaltam. Szóval ez a nagy poligonok és pixeles textúrák, ezt tökéletesen hozzák szerintem a játék készítői. Összesen, tehát az egész játékot mindennel együtt kettő ember csinálta, köztük a zenét is, ami elég minimalista, nekem nagyon tetszik. Úgyhogy én tényleg csak arattal bátorítom mindenkit, hogy aki tudja, az vegye meg majd a játékot, mert valószínűleg mire ez a videó kikerül, már a Kickstarter kampánynak vége. De összejött nekik a pénz, hála Istennek, és nagyon örülök neki. Úgyhogy több díjat is bezsebeltek, hogyha jól tudom. Tehát ez egy chicagói duó, akik csinálják ezt a játékot, és több ilyen videójátékos rendezvényre kilátogattak, és mindenki oda volt meg vissza a játéktól. És hát összintően mondom, én is, tehát ez nem tűnik olyan nagyszerűnek, mint ahogy most beállítom, de higgyétek el, tehát kipróbáljátok, és nem tudtok leszakadni. Tehát 5 küldetés van a játékban, de én 3 napja ezzel játszok újra meg újra, hogy tökéletesítsem a tudásomat, mert valószínűleg kelleni fog majd a játékban. Majd lehet, hogy be is linkelem majd a Kickstarter kampányt, ahol majd a demót azt meg lehet majd nézni. Végül is felborultam és meghaltam volna, de ugyanakkor letelt az idő és megcsináltam a küldetést. Úgyhogy király. Több busz van a játékban és több fajta pálya, a következő az már egy vizes lesz, és megkapjuk a legrosszabb buszt a játékban, szerintem is legalábbis. Ez a londoni busz, és George Calvert jut gyakorlatilag most azt mondja, most vannak turisták a városban, és el kell vinni őket meglátogatni a 4 legszebb helyre a városban. Vigyük is. Most direkt el fogom cseszni, gyerekek, tehát ez tényleg viccen ki, hogy csak kanyarodjunk a buszra, és kész, már föl is borultunk, és így repkennek ki az emberek, menekülnek. Tehát ez egy rendkívül borulékony busz, mert ugye a súlypontja a tetején van, úgyhogy ezzel nagyon-nagyon vigyázni kell, mert ez halálos. Na nézzük akkor a játékot. Most a küldetés, néha sikerül úgy megcsinálnom, hogy nem esik ki egy turista sem, most igyekszek én is azt megcsinálni majd. Hát ez pont nem sikerült, úgyhogy kezdjük is újra. Szerencsére gyorsan újra lehet kezdeni, és gyorsan tölt a játék, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. PC-re, Mac-re és Linux-ra fog majd érkezni, hogyha minden jól alakul. És most, hogy kommentálok, most kicsit rosszul megy a játék. Demót természetesen ingyen le lehet tölteni, majd nézzétek a videó leírását, mert be fogom linkelni oda. Hopp, nem sikerült. Ez eleje a legnehezebb, mondtam már, könnyű. És így itt van, amit mondtam, hogy gyakorlatilag minden át tudunk menni, tehát ez... Még ezt is le tudjuk rombolni amúgy, hogyha ügyesek vagyunk. Hopp, ezt kicsit így elszámítottam. Hopp. Nagyon minimálisan kanyarodok, és már ez is sok, tehát hogy ezzel milyen küldetések lesznek, abba bele sem merek gondolni. Hogy kicsit vigyázunk. Megvan a harmadik, és el már csak bele kell szágulni az egyik falba, és kész. És igen, ugye a civil autókra is hat a grafika, tehát hogy ők is fel tudnak borulni, ők is neki tudnak menni egymásnak, ők is tudnak pattogni. Úgyhogy Jut bácsitól elköszönünk, és most megyünk, oppáré, bocsánat, mindig elfelejtem, hogy a Shift és a Space-szel kell amúgy a Shift a vissza gomb, a Space az igen gomb, és a, hát ugye balra-jobbra meg fellével irányítjuk a menüt, és a balra-jobbrával irányítjuk a boost, illetve hát hogyha fölborulunk akkor, vagy a levegőben vagyunk, a fizikát is, hogy merre essünk, de arra még nem nagyon jöttem, hogy ez pontosan úgy is működik, mert szerintem azt egy kicsit még kalibrálásra szorul, finoman szólva. Ez egy elég kihívó küldetés, de nagyon szeretem, úgyhogy most Paul Castellano most megbíz minket azzal, hogy most verjük szét ezt a széfet, raboljuk ki a bankot. Ehhez egy bizonyos sebességet el kell érni, hogy egyáltalán széttörjük azt a széfet. Szóval, ha 60%-ra elérünk, és utána megyünk egy ugratóra, akkor általában az már elég szokott lenni. Így is van. És pont elcsesztem. Úgyhogy kezdjük újra még egyszer. Nem számítottam, hogy ott volt. Nem emlékeztem, hogy ott van ez a postaláda. Ez a kék busz nem egy rossz járgány, nem is a legjobb. De elég borulékony ez is, főleg magas sebességnél. 100, úgy is van, meg is van, és ha nem borulunk, akkor még megvan, úgy. És akkor most össze kell szedni a zsák pénzeket.
összesen 1 millió dollárt, ami sok, de szerencsére, néha valahogy eltolják a civil autók a pénzt, és akkor utánuk kell menni. Tök vicces az is. Takarodj! Ops. Tehát nagyon-nagyon borulékony az összes busz, és tényleg elég kihívó, de nagyon rá lehet kapni ugyanakkor. Tehát nagyon addiktív, akár azt is tudom mondani. Ezek adják a legtöbb pénzt, ezek a nagy kötek pénzek. Tehát ezek a papírpénz, nem a zsák. Hopp. Igen, és hogyha levegőben vagyunk, akkor... Nem. Elbasztam. Jó. Amúgy, hogyha valahogy sikerült taprálni, miután felborultunk, akkor utána visszaszívja a játék a kiírást, hogy elcsesztett. Szóval az is vicces tud lenni. És itt van az a... Itt döntöttem meg a rekordomat amúgy, a sebességrekordot, úgyhogy majd azt meg fogom mutatni nektek. De az se lesz... Az se lesz egyszerű. Na. Csak kinyertem. Kicsit pörgős videó lesz, mert nagyon keveset tudok felvenni a megnövelt munkaóráimnak köszönhetően. Meg már nagyon be akarom mutatni nektek ezt a játékot, mert még Magyarországon nem nagyon láttam erről videót. Mondjuk amennyi videóst nézek, nem is csodálom. Ó. Oh. Igen, a játék fizikája az néha szeret kicseszni velünk. Nem borulunk fel? Felborultunk. Vannak olyan esetek, amikor nem nagyon tudjuk befolyásolni, hogy most a busz merre fog pattanni, vagy olyan mértékben megyünk valaminek, hogy ott igazából már mi már nem tudunk semmit sem tenni, úgy igazából. Ilyenkor újra kell kezdeni az egészet, a francba az kész. Vízbe még nem esett pénz szerencsére, és én még nem tapasztaltam korábban. Bár most eltűnt egy, és nem találom, vagy lehet csak én voltam vaksi. Igen, ez kicsit meggondolatlan volt, de hát kell a pénz. Nem kell az összeset fölvenni, tehát több van a pályán szerencsére, de... Na, borulunk. Na, ebből is látszik a fizika, tehát hogy aki nem szeret, aki szerint az elasztománia fizikája kemény volt, tehát az játszani ezzel a játékkal, szóval lótúrahoz képest, egy viccen kívül, tehát az elasztománia még reális volt ahhoz képest. Na, hát fölborultunk sajnos, és már nem jön erre civil autó. Volt már egy 900, nem tudom, 950-nél szúrtam el, akkor nagyon csalódott voltam, de aztán végül sikerült megcsinálnom azóta párszor, de kell egy-két próbálkozás még mindig ezzel. Úgy. Föl is vettünk aztán egy papírpénzt, ha jól láttam, de lehet, hogy csak egy kis köteg volt. Ezt mindenképpen meg kéne próbálnom felvennem. Nem, majd akkor legközelebb. Az összes papírpénzt föl kell szedni, mert úgy a legegyszerűbb, szóval azt érdemes arra hajtani. Úgy. Meg is van. Igen, itt oldalra is leszoktak ide sarkokba esti pénzek, ott is van egy... Jól levágtak, nyertek is roladék. És ahogy mondtam korábban, vízbe esünk, fölborulunk, kiesünk a pályáról, akkor kampó és kezdhetjük előről. Úgyhogy ezzel is számolni kell. Na, már a fele lassan megvan. De konkrétan megvan a fele. Jó van. Elcsaptam magamat a izével, amit neki mentem, postalád, az szép volt. Ja, mindenen át tud menni, tehát ez a játéknak a logikája, kivéve ezeken a visszapattintó valamiken. Ezt föl kéne venni, úgy. Elég élesen kanyarodik a busz, úgyhogy azzal nem lesz gondunk amúgy, tehát hogyha aki mestere ennek, az... Jaj, nem akarom most elszúrni 975-nél. Megint ez, na, nice, tehát hogy erről beszéltem. Elvileg, hogyha nagyon sok pénzt elérnek, akkor lesz benne pálya editor is, de annyi nem fog összejönni nekik sajnos, hogyha maximum már csak a busz kosztimizálást érhetjük el, már akik adakoztak, mert a több buszt azt már elértük, mert vannak ilyen perkek, hogyha elérnek egy bizonyos pénzmennyiséget, akkor kibővítik a játékot, és hát eredetileg csak azt hiszem 10 buszt akartak a játékba rakni, de állítólag több lesz, és mindegyiknek más a tulajdonsága, tehát ugye... Ez a busz olyan átlagos, a csuklós busz az ugye talpra tud állni jobban, mint a többi. Vannak ilyen gravitációs buszok, meg mindenfajta, tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy miket pakolnak bele. Úgyhogy nem tudom, Metresör mennyire akarja majd kipróbálni, de kíváncsi vagyok az ő véleményére, mert ő az, aki tudom, hogy így ilyen buszrajongó. Nézzük. Nem találom a papírpénzt, fölvettem volna az összeset? Nem, ott van egy, jó. Az jó jött. Ó, és ott is van még egy, jó. Akkor csak vaksi voltam, bocsánat. Igen, kicsit ilyen... Kicsit ilyen Minecraftos, amúgy. És igen, hogyha rámegyünk a turbóra, akkor is visszacsökken a sebességünk, szóval... ez nem csak a pattintóknál
működik. Na. És igen, mivel koszkal, akkor a busz így szeretünk beleállni a földbe, úgyhogy... Ja. Pak, azt jó, ezt fölvesszük. Csak nem akarok a levegőben irányítani, mert akkor... És pont meg lett a pénz, király. Köszi a pénz, Omnibus. Igazi haver vagy. Király. És ennyi, kész volt a demo. Több busz, több pálya, multiplayer és... Több szórakozás. Igen, ők a készítők. Chicagóból, Buddy Cups. Megmutatom még a free play-t is. Itt a Mr. Bus, Sir Bus és az Ultra Bus. Az Ultra Busszal szoktam menni, mert ezek közül ez a kedvencem. És itt annyi, hogy mint a Tony Hawkban amúgy lehet itt ugrabugrálni és így kapjuk a pénzt, miután ilyen ugrálunk, meg csarodunk a levegőbe, akkor turnaround, reversal, rollover, tehát így ezt is tök jól megcsinálták. A multiplayer pedig olyan lesz, mint egy ilyen destruction derby játék, tehát hogy az nyer, az a játékos nyer, aki hát föl tudja lökni a másikat és ennyi igazából. Tehát most például a gép ezt csinálta volna velem, akkor most ő nyert volna, de szerencsére nem. Egész jól fut a játék, egész jól van optimalizálva, nekem nem volt a gondok, bár mondjuk ilyen grafikánál nem is kéne. Ugye a Unity Engine-es játék, amit sokan nem szeretnek, köztük én se, de ezt eddig egész jól megírták, úgyhogy én tényleg nem tudok panaszkodni rá, és aki tudja, az szerezze be a játékot minél hamarabb, mert jó. El lehet vele lenni. Meg tetszik, hogy végre nem csak a 8 meg 16 bites grafikát erőltetik, tehát a NES meg SNES-szerű grafikákat, hanem végre most elkezdtek már elmenni a késő 90-es évek grafikai szintjére, tehát ugye most volt egy FPS, amit a gyakorlatilag a Quake 1-nek az engine-jével csináltak, nagyon viccesen néz ki, meg most ugye ez, ami a PlayStation 1-es grafikai szintet próbálja megütni. Úgyhogy én csak támogatni tudom az ilyen egyéni kis indie játékokat. Ó, hülye vagyok, hát nem mutattam meg nektek, gyerekek, a sebességet, hogy mi van akkor, amikor elérjük a legmagasabb sebességet. Nem tudom, mennyi a végsebessége. Ezt egyszerűen tudjuk elérni. Úgyhogy folyamatosan pörgünk, mint a Sonic. És... 210-nél... Ah, 212, igen. Volt már 250 is, de... Hopp! Na és akkor, hát akkor már így megy a busz, szóval... Irányítsd. És előbb-utóbb, hogyha sokat tökölsz a pályán, akkor ilyen sebességgel fogsz menni. Mert ugye nem áll meg. Ez az Omnibus, tehát hogy vicces. Meg eleve a játék címe, hogy Omnibus, tehát én besírtam rajta, tehát amíg megláttam. Így böngésztem Kickstarteren, hogy így mégis lakásba vegyek valami kis apróságot, mert Kickstarteren vannak ilyen tök jó ilyen lakásdizájnok is, hoppá. És akkor láttam, hogy Omnibus, mondom, ezt muszáj megnéznem, és nem csalódtam, úgyhogy ennyi. Végigjátszás biztos, hogy lesz ebből, ha megjelenik, mert én ezt már most nagyon imádom ezt a játékot. Na nézzük hátul, hogy bele tudok csapatni egyet a városba. Hopp, 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 öp, 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 hopp, oké. Ah, meglett. És most visszamentünk 60-ra. Hogy... Több emeleten is át tudunk menni. Mindenen, amin akarunk, szóval. Kivéve persze az ilyen eseteket. Amúgy ezzel érdekes, hogy a... Például a fa az egyik legveszélyesebb dolog a játékban, mert az nem tűnik el. Ó, most lementem nullára és most beakadtam. Na gyerekek, ez most örülök, hogy elkaptam a felvételembe, ezt még nem tapasztaltam. És akkor ennyi, game over. Néha kírja játék, hogy you're stuck, de nem. Ha! Oké, ezt kipróbálom még egyszer, ez egy jó teszt. Most elfejtettem, mit akartam mondani, szóval hogy a fa nem tűnik el, és ez meg tudja dobni a járgányt, és ez kellemetlen. Most meg el. Tüntettem. Na mindegy. Igen, hát beta, alfa, demo, nem tudom. Tehát nagyon kezdeti szintű a játék, amennyire én olvastam. De ahhoz képest tök jól lehet lenni, úgyhogy... Gyerekek, szerintem ennyi volt egy rövid videó, azt hittem, hogy többet fogtok ölni. Tehát ennyi volt az Omnibusnak a demója. Link a leírásban. Szedjétek, játsszátok, ha megjelenik Steamen, vagy valami bármilyen platformon, vegyétek meg. Csináljátok róla a videót, terjesztétek a hírt. Kurva jó játék, tényleg hihetetlen jó. Játszatok vele minél többen. Sziasztok!